Egy férfi szerintem nem megy el otthonról, kívül, hogyha elzavarják. Ez halálkomolyan mondom. Ez butaság. Nem, én ezt mondom. Van azért mondom. Más opinás. Jó, oké, akkor a hűségesebb férfiak azt nem mondom, mennek el otthon. Nőt vagy egyébként a másikat okolni a hűtlenségért, az gyávaság. Tehát olyan nincs, hogy egy emberen múlik ez a dolog. Szerintem, de bocsánat, nem... Ez az alapvetően egyébként az létezik szerintem, hogy valaki csalfább típus. Nem monogám. Nem annyira monogám. Tehát ez örök megoldhatatlan probléma az emberiség. Nem azon múlik, hogy milyen partnered van. De akkor nem azzal a partnerrel van neked meg. Ilyen vagy egy picit csalfa. Én azt gondolom, hogy az azon múlik, hogy milyen életszakaszban vagy, és milyen emberrel vagy együtt. Tehát, hogy ez... Akkor igen, akkor van. Kiemelkedtünk az állatvilágból, lett tudatunk, és éppen ezért túl gondoljuk ezt a dolgot. Holott valójában a megcsalás ugyanúgy része a világunknak, és minden embernek. És azt gondolom, hogy túl van dimenzionálva a történet. Hát igen, de ez jó is, mert az ember az ilyen tök jó. A megcsalás mint fogalom, tehát hogy nekem például én azt mondom, hogy a megcsalás, tehát hogyha az én párom valakivel együtt van, esetleg egy buliba, vagy ez egy egyszerű alkalom, vagy akármi, leülünk, megbeszéljük, és még talán meg is kérdezem, hogy és jó volt? Jaj, mert nem, hogy én... Azt azért nem kérdezem. De figyelj, ma már csak fricskából is. Ez nem igaz, ez nem igaz. Az, hogy a melegeknél ez nagyobb lenne, ez egy pere. A kucserát birtoklod, birtokolni akarod, vagy pedig ő egy teljesen független ember, és igazából a teste nem a tiéd. Szerinted, hogy valaki birtokolni akarod, akkor azt akartam mondani, hogy én azt arra nevelt a férjem, és egyébként megértettem, hogy miért mondja, hogy és nincs nálunk csalfaság, amit nem tudsz, az nem fáj. Tehát, hogy én nem lennék rá kíváncsi, én se, hogy most... Á, Gabi nem olyan egyébként, kinézetesen. Nem, egyébként most már az új fejezetet... Nem is macsó, nem is magas, tarul is néz ki. De hogy én nem lennék arra kíváncsi, az előéletét abszolút tudom. Tehát én konkrétan én tudok átolt szettig mindent, és én ennek örülök is, mert nem vannak húzva, hogy ebben nem lesz testelet. Azt tudod, amit elmondok. Akire emlékszik a Gabit, azokat tudod. Mert elég sokat. Lényegtelen, de hogy én nem lennék arra kíváncsi, hogy mi. Tehát, hogy akkor, én sem azt mondom, hogy megkérdezem. Oldani, akkor ne legyünk átlentek. Megbocsájtanád, de ha kiderül, megbocsájtanád? Ha kiderül. Hát, az a vagy már megbocsájtottad. Nem volt még ilyen. Vagy nem tudsz egyébként róla, mert az nem fáj, ahogy mondta a férjed? Nem volt még ilyen helyzet, vagy nem tudsz róla, valóban. Elég jó level a kucsi. Nem tudod, abban az adott helyzetben nem tudod. Szerintem, ha rájössz, és jelei vannak, ott a baj. Tehát az, hogy egyszer valami megtörténik... Tudod, hogy mivel van baj? Szerintem nem a megcsalással, szerintem nem azzal, hogy mi történik. Vagy egy hét után, vagy 10 év után, vagy 100 év után, hanem az, hogy ha a megcsalásnál sokkal nagyobb probléma az, hogyha már... Tehát, hogyha ha nem, kiteregetett engem. Ja. Tehát, hogy már mindenki tud, az árulás, mindenki tudja, mindenki kuncog rajtad, vagy összemosolyognak, vagy sajnálkozva néznek rád. Ne áruljon el, ne árulj el a mi életünket. Tudod mondani, az a megcsalás. Igen, hogyha egyszer történik maga egy aktus, akkor az egy egyszer megtörtént aktus. Viszont, hogyha ők már nyilvános helyre eljárnak vacsorázgatni, az a páromnak a baráti társasága tud róla. Tudod, én érzem azt, hogy... Esetleg, igen, vagy nem úgy fekszik mellém, nem úgy beszél hozzám. Észreveszem, hogy vannak olyan dolgok, amiket már nem mond el nekem, mert van, akinek elmondja, szerintem ez a megcsalás. Az, hogy valaki félrelép, vagy botlás, szerintem ez teljesen különválasztandó, és az együttlétet mondom, én biztos, hogy ebben én liberálisabb vagyok az átlagnál, én nekem az megbocsátom, ha valakivel történik valami, a hosszú távon. Ha nem tudja meg, ugye, akkor mindent megbocsátasz. És te, Viktor? Figyelj, más a helyzet, ma már 2 gyerekünk, tehát hogy amiatt. Hogyne, hát ez meg megint csak más. Meg kell beszélni dolgot, hogy miért történt, van-e ebből továbbút, vagy nincs ebből továbbút.